ugyanis eljött az a pillanat, amire mindig várunk, és a hagyományokat követve, ötödiktől fölfele jöttök majd a színpadra osztályokhoz. Tehát ötödik ABC, hatodik ABC, és így tovább. Ha egyéni jelmezes van nagyobb évfolyamból, 8-os, akkor én az 5. osztályosok után fogom őket kérni a színpadra, hogy az osztályosok részt tudjanak venni, például a 8. tések, úgy tudom, hogy a egyéni jelmezes is. Tehát akkor kérem az 5. A osztályt, hogy készüljön föl, gyertek egyenként, egyéni jelmezes. Gyertek ide közelebb hozzám, gyertek, igen. Hogy mindenki feltérjen, gyerekek, itt. Oda nézzetek fel a karzatra, ott van a zsűri. Látjátok Inci nénit, igazgató bácsit, a polgármester urat, Boros Eszter tanár nénit, és Márti néni is megérkezett. Tehát a zsűri fogja eldönteni, hogy ki a legötletesebb ma, de ehhez kérem, hogy mutatkozzatok be, mi érdekéri a pankokat. A pankot jöjjenek vissza. A pankot. Két pank, jöhet a tas. Nem helyes, mert befolyásolja a zsűri döntését. Nem hiszem. Másokkal is fogok. Jó, köszönjük. Készülni. Mik a terveitek? A jövőre nézve ezt a stílus használni fogjátok továbbra is? Hát nem tudom. Mit jelképez az orrodban a karika? Nem tudom. A rabszolgasságot ezzel együtt is lehet, jöhet a tarsa bankokat mutattam most. Egy kis versikével indítanak, és utána mutatjuk be őket egyenként. Babánk bábor bábuk bája, kezdődik itt nem sokára. Figyeljetek gyerekek, meghívomat kikiáltom, kucu ott a helyetek. Nézzük akkor sorba, hogy ki milyen jelmet visel. Egy bohóc. Strumberger Zsolt vagyok. Erzsike ápolónő vagyok. A rosszul fizetett pincei kórházból. Prati Valgóla Józsi. Kis Zsolt Hóhé. Igen, egy szép nagy karddal. Mérej Kádár Kata Rocker. Megpengetjük a gitárodat, jó? Rockernek várjál. Egészen rockerek szólások. Kovács Ramona. Egy egészen rockerek szólások. Ramona koszorús lány egy igazi csokorra. Sas Roland. Rapper. Igen, én azt hiszem azt mondod, hogy Sas Roland, mint Sas Roland. Gyertek tovább. A barátaimat Aladdin és a szépséges Jasmine hercegnőt.